Jó estét kívánok! Önök a Nézőteret, a Városi Televízió kulturális magazinját látják 2019. szeptember 2-án. A mai adásban elsőként az Antitézis című táncszínházi produkcióra, majd az Egri Szimfonikus Zenekar filmzenei koncertjére, és végül, de nem utolsó sorban a 2. Gubacs Fesztiválra látogatunk el. Tartsanak önök is velünk! Antitézis című színházi darabját adta elő a Virtus Kamara Tánc Együttes a nyári főtéri esték szabadtéri színházában. Érdekes, meghökkentő, szomorú és boldog percek várták a látogatókat, akik akár magukra ismerhettek az eltáncolt műsorban. A táncszínházi darab az emberi kapcsolatokat, érzelmeket, régi és új értékrendeket taglalja. A néptánc a kortárs tánc és a próza segítségével. A műsor prózai átkötéseit Jónás Ádám és Gyurosovics Pető Csilla, a Gyöngyösi Játékszín vezetője tette igazán gazdaggá. Félelem uralja az emberiséget. E gonosz varázsnak mond, mi vethet véget, min kell változtatni, mit kellene tenni. Meg kéne tanulni őszintén szeretni. Mert amíg a szívnek nincsen szabadsága, sötét felhők ülnek a reszkető világra, a lélek csak fázik, nem tud melegedni. Meg kéne tanulni őszintén szeretni. Még az embereknek korlátolt a joga, a gazdag világnak többre fáj a foga, minden háborúnak véget kéne vetni. Meg kéne tanulni őszintén szeretni. Kizsigerhet földünk. Nyomorgó szegények, éhező milliók, csak másodrangú lények, míg telve sok raktár, nekik nincs mit enni. Meg kéne tanulni őszintén szeretni. Kitalált betegség. Lassan ölő mérgek. Gyilkos oltóanyag van itt már, temérdek, túl sok már az ember. Nem is kéne ennyi. Meg kéne tanulni őszintén szeretni. Modern rabszolgaság. Értéktelen munka, sikertelen élet vár mindannyiunkra. Gyilkos betegségek, rák és dilit. Meg kéne tanulni őszintén szeretni. Hazug médiákból cenzúrázott hírek ömlenek fejünkre, melyekből én nem kérek. Reklámok özöne, venni, venni, venni. Meg kéne tanulni őszintén szeretni. Hazug politika, mázsás adóterhek, dolgozol, mint állat, mégis letepernek. Pénzed elpárolog, nem is marad semmi. Meg kéne tanulni őszintén szeretni. Illúzió pénzek, gazdagodó bankok, gazdasági válság, félrevert harangok. Nem kéne a népet így félrevezetni. Meg kéne tanulni őszintén szeretni. Lelki konfliktusok, lelki betegségek. Vélelemben élünk, lélekben szegények. A bűnt vállatokról le kellene tenni. Meg kéne tanulni őszintén szeretni. Félelem uralja az emberiséget. E gonosz varázsnak, mondd, mi vethet véget? Min kell változtatni? Mit kellene tenni? Meg kéne tanulni őszintén szeretni. Ha tetszik a vers, hát ne tartsd meg magadnak, hisz azoké a jövő, akik szívből adnak. És ahhoz, hogy szebb legyen, nem kell több, csak ennyi. Taníts meg másokat, őszintén szeretni. A műsorban olyan élethelyzeteket táncoltak el a táncosok, amelyek megtalálhatók voltak a régi korokban és a jelenben is. Thank you.
A Virtus Kamara Táncegyüttes igyekszik sajátos ötleteket, új színeket vinni a néptánc csoportok több évtizede megszokott színpadi megjelenésébe. Így született az Antitézis című produkció is, aminek koreográfiáját Hevér Júliával közösen alkotta meg Albunovics Milán, az Egyesület művészeti vezetője. Onnan jött az ötlet, hogy én úgy érzem, meg szerintem többen is így embertársaim, hogyha nyilatkozhatok a ő nevükben is, hát kivéve az, aki csukott szemmel éli mindennapjait, elég így romlásnak indult a világ, én úgy gondolom. Tehát sietünk, folyamatosan ugye hajtunk a pénzért, a hatalomért, a nem tudom miért, tehát borzasztó elembertelenítették magukat az emberek, nem is tudok már erre jobb szót mondani, és akkor úgy gondoltam, hogy kell egy ilyen táncínházi darab, ugye, ami a saját kultúránkból építkezik, tehát mind ugye a versek és mind ugye a tánc részek, de a táncok sem voltak kimondottan, nem csak folklórral jelenítettük meg ezeket a tánc részeket, hanem ugye segítségül hívtuk a modern balettet, vagy a modern táncot bele, tehát igazából itt, mint ahogy a név is jelenti, ugye, tehát ellentétekről volt szó, tehát a nem túl régi élt viseletes ember, mármint úgy viseletes, hogy még viseletbe járt, dolgozott, magának termelt, minden, stb. Más értékrenddel éltek akkor az emberek, mint manapság ebben a rohanó világban, és ezeknek a párhuzamait taglalta a műsor. Azon felül volt egy fekete és egy fehér, akik folyamatosan ugye sugdostak a táncosok fülébe, hogy különböző élethelyzeteket valósítsunk meg, ugye mutassunk be a színpadon. Tehát a szerelem, a megcsalás, a féltékenység, a halál, tehát különböző ilyen emberi dolgokat, tehát minden a színpadon volt, és akkor ugye ezeket ilyen különböző prózákkal, versekkel színesítette Jónás Ádám barátunk, aki egy kiválóan mondja szerintem ezeket a dolgokat hatalmas átéléssel, és az volt még a különlegessége, hogy ugye a játékszínnek, a Gyöngyösi játékszínnek a vezetőjét is felkértem, a Gyurasovics Pető Csillát, hogy ezt az ellentétet, mint férfi és nő, ők is, tehát maga a prózákban is meg tudják valósítani. A műsorban többféle újítást is alkalmaztak az alkotók, amelyek életszerűbbé teszik a produkciót. Azt kell mondanom, nem lövök le túl nagy dolgot, akinek max eljön legközelebb a műsorra, az legalább számítani fog rá egy picit, ezek a nézők nem számítottak rá. Tehát ilyen 2 méter 10 centis burítható tükrökkel dolgozunk, ez ugye azt is hivatott, ugye, a műsorban ugye megmutatni, hogy egy picit ugye tágítjuk a teret, több szögből látja a néző, nem csak arról van szó, hogy egy egyes térből, mi így hívjuk, hogy a nézőtérről látja ugye a formákat, hanem ugye belelát az adott koreográfiai szituációkba, helyzetekbe, ugye előadásmódba, és az a vége, hogy ezeket 4 darab tükörrel dolgozunk, és ezeket a tükröket kitoljuk a közönség felé, majdan kapnak egy hatalmas reflektort, hogy mindezt ugye sötétbe elbújva megnéztem, és nyeldestem, és küszködtem a könnyeimmel, vagy nem, de aztán utána saját magammal kell szembenéznem, hogy vajon én jól csinálom-e ezeket a dolgokat. És hát ilyen üveges szemmel jöttek le a nézők, és a sok-sok gratuláció mellett azt mondták, hogy igenis szükség van egy ilyen műsorra, kell az embereknek, mint egy falat kenyér, sokan átélték, sokan akár megtalálták magukat is a különböző részletekben. A műsor mély üzeneteinek közvetítése próbára tette a táncosokat is. Füleki Viktória 7 éve táncol az együttesben, neki is különleges élmény nyújtott a műsorszám. Az ősbemutatón azon én nem voltam jelen, mert akkor a kislányommal voltam éppen várandós, úgyhogy én később csatlakoztam vissza a csapathoz. Hát a legelső alkalommal akkor, amikor kívülről láttam, akkor egy picit értelmezhetetlen volt a számomra. És az idők folyamán, ugye, hogy bekerültem én is ebbe a koreográfiába, illetve ebbe a műsorba résztvevőként, úgy egyre inkább megértettem Milánnak itt ugye azokat a gondolatmeneteit, ami alapján ezt a műsort felvázolta. Én nekem személy szerint elég nehéz volt
Én, tehát próbára teszi a táncosokat is, tehát lelkileg a műsor, mert nagyon nehéz, tehát a milyen élethelyzeteket az előbb felsoroltam, ugye nagyon, nagyon nehéz belebújni egy-egy karakternek a bőrébe, és azt úgy mutatni a nézőnek, hogy ez tényleg hihető legyen, tényleg közvetítsen a táncos, a térforma, a fények, a technikai eszközök. Tehát most a nyári estéken sikerült még felturbózni, még olyan fényekkel is, tehát ugye ilyen robotlámpákkal dolgoztak a srácok. Egyébként hatalmas köszönet nekik, mert még előző való nap hajnal 2-ig világosítottuk be a műsort, tehát ott a főtéren a színpadon, és hát még kifejezőbbre sikerült ott is a dolog. Tehát igen, csak a táncosokat is lelkileg ez megpróbálja. De egyetlen egy nézőt hagy idézzek, már azt mondta, hogy lejött ez a Milánkám, azt mondja, katartikus élményekből. Nem mondom, jó. Örülünk neki. A Virtus Kamara Tánc Együttest legutóbb a nagyvédei születi napokon láthatta a közönség. Filmzenei koncerttel zárult a főtéri nyári estek programsorozata. A válogatásban a legnagyobb filmsikerek, mint a Jurassic Park, a Karib-tenger kalózai vagy a Titanic zenéit szólaltatta meg az Egri Szimfonikus Zenekar 55 zenésze. Ismert melódiák, örökzöld slágerek úgy, ahogy még nem hallotta a közönség. Különleges zenei élménnyel zárult a főtéri nyári estek programsorozata. Az este során olyan népszerű filmzenék szólaltak meg, amelyek közül szinte mindegyiket jelölték Oscar-díjra. A Volt egyszer egy vadnyugat jól ismert dallamai mellett hallható volt többek között a gyerekek kedvence az E.T. zenéje is, amit eredetileg John Williams szerzett. Felcsendült az egyik leghíresebb óceánjáró hajó katasztrófájáról szóló film a Titanic zenéje is, amiért a szerző James Horner 2 Oscar-díjat is kapott.
Ezek ilyen kedvenc darabok. Egyrészt ugye a John Williams, mint a talán a leginvenciózusabb filmzeneszerző a 20. században, tőle azért sok darabot választottunk, hiszen a nagy zenekarnak nagyon jót tesz az ő hangszerelése. Ennio Morricone líraisága elengedhetetlen egy ilyen koncerten, de Horner és a fiatalabb nemzedék is meg kell, hogy jelenjen. Úgyhogy próbáltunk minél változatosabb műsort hozni, tehát nem csak a drámai és ez a nagyon akciófilmes hangzás, hanem igazából a filmzenének az a nagy tablókat felvonultató, a klasszikus filmzene az, amit a közönség nagyon szeret. Tehát nem annyira az illusztratív filmzene, úgyhogy ebből választottunk minél többet. Az Egri Szimfonikus Zenekar ilyen műsort még nem adott elő, két napig próbáltak rá, és a siker sem maradt el. A szabadtéri koncert és a filmzenék azonban nagy kihívás elé állították a zenészeket. Azt szokták mondani, hogy hát a filmzene hát az olyan könnyű zene-szerű hangzás, de hát kegyetlenül nehéz. Tehát például a részfúvósoknak gyakorlatilag most már főpróbán nem ismertem, hogy fújjanak, mert annyira megterhelő, szóval annyira gazdag hangzás, akkora volumennel kell megszólalni. A vonósoknak is tulajdonképpen néha szinte észrevehetetlen szólamaik vannak, de hihetetlen nehéz dolgokat kell játszani. Úgyhogy nem egy könnyű műfaj, ezt le kell szögeznem. De hát ez a helyzet, meg az, hogy szabad téren vagyunk, az mondjuk nem csak a darabok nehézségén, tehát a nehézségében jelent néha a problémát, hanem ugye a hangosítás, ez egy nehézség, hogy mennyire fogja mindezt jól hallani a közönség. Ugye nagyon bízom, hogy a gyöngyösi kollégák ebbe segítenek, és tényleg mindent elkövettek, hogy ez jól szóljon. Hát persze, jön egy kis szél, akkor lefújja a kottát, úgyhogy vannak a szabadtérnek árnyoldala is, de közben meg mégis van egy olyan hangulata, ami nem semmi mással nem cserélhető. Az Egri Szimfonikus Zenekar több mint 55 éve működik különböző formákban. Szépen lassan nőtte ki magát a város nagy zenekarává. Szabó Sipos Máté karmester 1995-től vezeti a zenekart. Repertoárjuk azóta pedig folyamatosan bővül. Én azt gondolom, hogy egyrészt a repertoár szélesedett, tehát azért a szimfonikus irodalomból is azért egy nagyobb szeletet hoztunk be. Én a magam színházi affinitásával például az opera irányába nagyon nyitottam. A színházzal való kooperációban olyan speciális műfajokat is talán létrehoztunk, ami színház élőzenével, például a nagy kísérőzenék, amiket legfeljebb csak egy koncertteremben hallhatott a közönség, mi azt élővé tettük, és valóban a drámai darabokat úgy adtuk elő, mondjuk a Szent Ivernei Álmot, vagy a Pergüntöt, amihez az eredeti kísérőzene szól, tehát egy teljes értékű színházi előadás alatt ott ült a nagy zenekar, és játszott, mint egy operában. Ugye ez például egy különleges irány, de hát tudnék még sorolni érdekes kezdeményezéseket. Azt gondolom, hogy egy zenekar életében mindig a fejlődés az, ami a legfontosabb, és nem igazán az, hogy azt a repertoárt, azt még hány darabbal bővítjük, hanem hogy milyen szinten játsszuk mi ezeket. És azt gondolom, hogy ebben azért nagyon komolyan fejlődött az utóbbi években a zenekar. Az elmúlt egy hónapban a legkiválóbb művészek sora lépett a gyöngyösi szabadtéri színpadra, nem egyszer megtöltve a több mint 800 fős lelátót. A szervezők remélik, hogy jövőre is megrendezhetik a nyári főtéri esteket.
Véget ért a második alkalommal megrendezett Gubacs Fesztivál Sáston. A Magyar Cserkész Szövetség célja a rendezvénnyel az volt, hogy lehetőséget biztosítson a felnőtt cserkészeknek egy kötetlen beszélgetésre, akik pedig nem ismerik a cserkészeket, találkozhassanak velük. A szombati napon a ska zenét játszó Pazó adott nagyszabású koncertet. Második alkalommal szervezett Gubacs Fesztivált a Magyar Cserkész Szövetség ezúttal Sáston. A programok 3 napon keresztül zajlottak, most hamarosan a Pazó lép majd a színpadra. A koncert előtt azonban egy kicsit odébb sétáltunk a helyszínen, ahol egy tábortűz körül ültek a Gubacs Fesztivál résztvevői. Igazi cserkész program, amikor népdalokat énekeltek, régi történeteket meséltek a családok szórakoztatására. Ennek a fesztiválnak ez a lényege, hogy meg tudjuk szólítani azokat a cserkész testvéreinket, akik már nem aktívak a mozgalmon belül, mert az életállapotbeli kötelességeik elszólítják őket, és tudjuk azért, hogy ők is kötődnek ehhez a mozgalomhoz, de már kevés olyan felület van, ahol ezt ők megtehetik. A csapatokban ifjúsági munka zajlik, ott már az ifjúsági vezetők azok, akik viszik a munkát, ezért úgy gondoltuk, hogy teremtünk nekik egy ilyen lehetőséget, ahol ők találkozhatnak, mégis valamilyen módon újra kapcsolódhatnak, és nagyon sok családi programmal készültünk pont ezért, hogy ne kelljen senkit se otthon hagyni. És ez a családias légkör az, ami szerintem nem cserkész családok számára is vonzó, és tudnak közös programokon beszélgetni, és azoknál, akiknél aktuális az, hogy mondjuk a gyereknevelés az egy olyan fázisba jutott, hogy akár cserkésznek is elküldhetik a gyereküket, akkor erre itt első kézből kapnak válaszokat szülőktől, gyakorló szülőktől, az ő saját élményeiket meg tudják osztani az érdeklődőkkel. A napközbeni programok után esténként koncertekkel várták a családokat, akik egyébként nagyobb létszámban voltak jelen, mint tavaly a Nógrád megyei Bercelen. Bár ez egy nyitott rendezvényünk, és célja is az, hogy megismerjenek bennünket a környékbeliek, és várunk is mindenkit szeretettel, nyitottak vagyunk. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a cserkész közösségünket is jobban elértük. Tehát míg tavaly a körülbelül olyan 600-650 résztvevőből körülbelül 100 volt, aki cserkész volt, és többen voltak, akik nem cserkészek, környékbeliek. Idén ez a szám, ez egészen máshogyan alakult, mert most is jelenleg még nem teljes a regisztráció, de már most is meghaladtuk ezt a 650 főt. És ennek több mint a fele, sőt, majdnem, hogy a kétharmada cserkész. Úgyhogy ez a cserkész társadalmon belül elterjedt híre a Gubacs Fesztiválnak, ez egy ilyen sikeres projekt. A Pannonia All-Star Ska Orchestra 2003-ban alakult. A tradicionális ska és a dancehall reggae dub stílus jegyei mellé olykor a magyar népzene és a jazz elemeit is párosítja. Ezért is választotta őket a Magyar Cserkész Szövetség a fesztivál egyik főzenekarává. Amikor az együtteseket választottuk ki erre a rendezvényre, akkor azt próbáltuk meg belőni, hogy vajon annak a korosztálynak, akiket mi célcsoportnak tűztünk ki, kik lehetnek a húzónevek, kiket szerethetnek. Ehhez azért hozzátartozott az is, hogy szerettük volna azt, hogha egy kicsit inkább ez a népi vonal, vagy esetleg olyan zenei stílust ütünk meg, ami ehhez hasonló, és mondjuk az ilyen 30-as korosztálynak is egy ismert név. A zenekar úgy érkezett a Gubacsra, hogy mindenki számára kedvezzenek a koncerttel. Aki ismer minket, az ugye nem csodik, mert hogy kap egy csomó olyan ismerős dallamot, meg slágert, amire vágyik, de ugyanakkor egy-két olyan újdonság is van, ami nekünk is jó, hogy kicsit életben tartja és frissíti a műsort, illetve hát azt hiszem a nagy rajongóknak is egy újdonság a unikummal szolgál. Krisa a tőle megszokott módon végigugrálta a koncertet, de mivel létrejött a Pazó Kid formáció is, ahol gyermekdalokkal lépnek a színpadra, ezért egy kicsitnek szóló műsort is rögtönöztek. Ezen kívül pedig nagy klasszikusok is felcsendültek.
A Pazó végig dolgozta a fesztivál szezont, de ezt szeretik a leginkább. Mozgalmas volt, ugye a fesztivál szezon az mindig erős, és hát próbáltunk menni mi is idén is jobbra-balra. A legtöbb magyar fesztiválon voltunk, jártunk külföldön is, és hát mindenközben párhuzamosan volt egy próbaterem cserénk, igazából azért költözés is egy komolyabb sűrítési tényező volt, illetve hát próbáltunk újdalakat is írni, úgyhogy tulajdonképpen nagyon dolgos is volt, meg nagyon sűrű is volt ez a nyár. Mivel ez egy vándorfesztivál, a jövő évben már az ország déli részében szervezik meg, hogy ott is megismertessék a cserkészetet a szövetség tagjai és aktivistái. Önök Nézőtér című kulturális magazinunkat látták 2019. szeptember 2-án. Egy hét múlva ismét számítunk figyelmükre, akkor is érdekes témákkal várjuk majd önöket. Legyen szép és kulturális eseményekben gazdag hetük, a viszontlátásra!